Víz alá került a karcagi határ közel fele. A belvíz már most mintegy 20%-os terméskiesést okoz, és a következő napok kilátásai sem túl jók. Ezeket a belvízfoltokat le kell vezetni, de már látszik, hogy a növénykultúrát olyan mértékben károsította. Itt például mellettünk itt nem fog teremni semmi. Csak a belvíz miatt 20-22%-os terméskieséssel számolnak a karcagi gazdák. Az ország egyik legmélyebben fekvő területén vízben állnak az őszi vetésű búza és repcetáblák. Mi már megszoktuk, kilódunk, csináljuk. Innen csak átemeléssel lehet elvezetni a belvizet a Hortobágy Berettyóba. Ám az elmúlt napok esőzései miatt annak is magas a vízállása. Most jellemző, hogy belvizes a határ, bár itt éppen a Karcagi Kutatóintézetben található egy liziméter park, amivel azt lehet nézni, hogy a növények és a talaj által elpárologtatott víz, illetve a csapadék milyen arányban van. És éppen beszélgettem az igazgatóval a múlt héten, és mondta, hogy az előző évek asszályai már kiegyenlítődtek, viszont a talajok ennél kicsit többet mutatnak. Itt mögöttünk is látszik, hogy ezen a táblán is áll a víz. Elmondhatjuk azt, hogy a karcagi határból, a 36 ezer hektárból a teljes átvanázva, és felszíni víz is egy 18-19 ezer hektáron található. Ugye az országnak egy mély területén vagyunk, innen nem is olyan egyszerű elvezetni a vizet. Hát mi már megszoktuk, kilódunk, csináljuk. Innen a belvíz főgyűjtő az a Hortobágy-Berettyó, abban is most magas a vízszint, tehát csak átemeléssel lehet. Addig el lehet juttatni gravitációsan, de onnan már csak átemeléssel lehet a vizet levinni a területről. Hát ugye a hó most más formában esett le, jelesül eső, vónos eső, hogy még a közlekedőknek is, nem csak a mezőgazdászoknak legyen nehéz. Tehát végülis csapadék megvolt, de sokkal jobb lett volna valóban, hogyha ez hóformájában fedi a területet, fedi a táblákat. A fagyja az növényegészségű szempontból, illetve akár még a gerinces kártevők, itt gondolok a pocokra, a pocokfélékre, gyérítésében is nagy segítségére lett volna a gazdálkodóknak. Hát az a hideg, ami eddig volt, ez ebben nem segített. Ez megint majd egy költségnövelő tényező lesz tavasszal, mert védekeznünk kell azok ellen, a kórokozók ellen, amik nem pusztultak el. A magasabban fekvő területeken némileg jobb a helyzet. A kiskertek talaja is átnedvesedett ugyan, de a felszíni víz itt alig látszik. Az időjárás nem az éjszaknak megfelelő, sajnos a természet felelős tévesztett, mert télen ugye havat szeretnénk és valami keményebb telet. A csapadék mennyiséggel nincs gond, csak az az eső, ami végül is jó lett volna, hó lett volna, az egy jelentős mennyiség. És szerencse még az a jelenlegi helyzetben, hogy nem voltak nagy kemény fagyok, és a talaj nincs átfagyva, tehát a csapadék, az eső formájában hulló csapadék, az most szépen beszivárog a talajba. A kertekben nincs különösebb probléma, mert ezek magas fekvésű talajok, tehát mélyen van a talajvíz, és itt egyelőre az a gond, hogy nagyon telített a talaj, tehát ennek a művelésre való alkalmasságára sok időt kell várni. Más helyeken, viszont mélyebb fekvésű területeken, lefolyástalan helyeken már megjelent a talajvíz, tehát a felszínen van a víz, és ennek a levezetése sem megoldható, mert ennél mélyebbre már nem tudják vinni. Én tegnap megnéztem a kertet, gyönyörű napsütéses idő volt, és bíztam benne, hogy szépen megpirkad a teteje, és egy nagyon kevés kézi szerszámmal, kapával, gerebével megcsinálom a kis mákonnak a helyét, de sajnos ez az idő rászáfolt. Hát azzal még várni kell, viszont akik ilyen növényeket termelnek, azok azért olyan helyen gazdálkodnak, ahol annak van esélye, hogy hamar felszáradjon, és nem fog kimenni a vetés idő nagyon, hiszen a mákvetés is gyakorlatilag február-március elejéig nem késik. A belvízhelyzet javulására a következő napokban nincs sok esély, hiszen a meteorológiai előrejelzések szerint jövő csütörtökig az Alföldön további 30 mm eső eshet.